Hivatalos látogatáson fogadta Benkő Tibor honvédelmi miniszter Lorenzo Guerini olasz védelmi minisztert. A találkozó kiemelt témája az orosz-ukrán háború volt. Magyarország ugyanúgy, mint Olaszország, mélységesen elítéli Oroszország háborúját, az ukrán nép, az ukrán nemzet Ukrajna ellen. Az orosz háború az egész Európára kihat, az európai emberek biztonságérzetére. Magyarország kormánya úgy gondolkodik ebben az esetben, hogy körültekintően, megfontoltan, előrelátóan és nyugodtan kell cselekedni. A békés megoldás útját kell választani, és minél előbb vissza kell térni a tárgyalásos megoldás keresésére. A tárgyalás után a két fél szándéknyilatkozatot írt alá, amely a két ország védelmi együttműködésének bővítési lehetőségeit tartalmazza. Benkő Tibor úgy fogalmazott, a két nemzet a jövőben is tovább kívánja folytatni katonai téren a kiképzési, felkészítési, innovációs, oktatási együttműködését, ahogyan a közös békefenntartói missziós tevékenységet is. Lorenzo Guerini mindenek előtt Magyarország és a Magyar Honvédség kiemelkedő munkáját köszönte meg az ukrajnai menekültek segítése és támogatása kapcsán. Mint mondta, a találkozó során még ezekben az egész Európa számára nehéz napokban is sikerült konstruktív és előremutató megbeszélést folytatniuk. A szándéknyilatkozat aláírása pedig a két ország és a két védelmi terület kiváló együttműködésének bizonyítéka.